Nagy kedvenc, ami ma már szinte minden rendezvényen felcsendül, Nagyszokóin is elhangzott, ahol összegyűlt a település apraja nagyja azon a rendezvényen, amely megvalósításának ötlete csak pár hete fogalmazódott meg a polgármester fejében. Ennek ellenére egy több korosztályt megszólító eseményt szerveztek meg rövid idő alatt. Én körülbelül 3 hete találtam ki ezt a rendezvényt. Nagy kultuszom volt az NSK Fesztiválnak itt régebben Nagyszokóin, de már jó pár éve elmaradt sajnos. És közbeszólt a járványhelyzet többféle okokból, és úgy gondoltam, hogy felébredtem egyik reggel, hogy Nagyszokóban csinálunk egy pünkösdi falunapot, így egy kicsit kisebb körökben, egynapos rendezvényen, az emberek tudjanak szórakozni, mulatni egy kicsit, közöversennyel összejöjjenek az emberek, egy csapatban legyenek, és érezzék jól magukat. Elég nehéz volt, meg azért elég rövid időm volt arra, hogy elterjesztem akár a faluban, meg hát, hogy megszervezzem a fellépőket is, hogy mindenkinek, hogy össze kellett játszani a sorsnak ahhoz, hogy ennyi fellépő el tudjon jönni, és mindenki pont az a napon időpontban ráérjen. A faluvelék nagyon kedvelik a mulatós előadókat, és próbáltunk e felé elmenni, viszont most 3 órakor kezdődik egy motoros bemutató, egy kicsit ilyen benzingőzős, gumifüstös, és adrenalinbomba az embereknek, hogy ilyet is tudjak nézni. Focival kapcsolatban Matko Norbert szervezte a kispályás focit, 7 csapat játszott, most ment el, most volt az eredményhirdetés, és az is nagyon jól sikerült így, mert még egy pár nap ezelőtt még csak ilyen 3-4 csapat volt, és akkor az utolsó napokban még jelentkeztek többen, úgyhogy jóra sikerült ez is. A következő rendezvényre pedig már gőzerővel készül a település. Nagyszokóin évtizedes hagyománya van már a mezőgazdaságban használatos gépeket megmozgató napnak. A Civilek Nagyszokói Egyesület szervezésében lesz augusztus 5-én a gazdatalálkozó és családi nap. Erre már készülünk, már plakát, matrica készül, rendezvénynek a fő belemei már összeálltak, úgyhogy lassan az is meghirdetésre kerül, kicsit előbb, mint ez a rendezvény, úgyhogy már előbb elkezdtük. A pünkösdi falunap megmozgatta a helyieket, megtelt érdeklődőkkel a tornaterem udvara. Az önkormányzat 200 adag babgulyással készült, ezzel vendégelte meg azokat, akik a kellemes koranyári napot a közösséggel töltötték. Várakozáson felüli volt az élettő időszak is, nem gondoltam volna, hogy ennyien megjelennek kíváncsiak így a focira, de nagyon sokan eljöttek, most meg, hogy elkezdődtek a bemutatók, fellépések, így most nagyon sok ember eljött. Motoros bemutató után lesz még Laguna Mozsonás csoport, fellépése utána a magyar keszéről egy szárnyait bontogató énekes, aki most kezdett a falunapon fellépni, Horváth János, és 7 órától Dankó Szilvi fogja zárni a fellépők sorát, és 8 órától a Vigadó együttessel egy bállal hajnali 2-ig mulatunk. A mulatás már a kora délutáni órákban elkezdődött a színpad előtt, ahol a legkisebbek örömmel táncoltak, míg az idősebbek a padokon ülve dúdolták az énekesnővel. A Dirty Stunt Team motoros bemutatója nagy sikert aratott a helyiek körében. A kordonnal elzárt utca mindkét oldala megtelt a nézelődőkkel, akik a 3 motoros nem mindennapi mutatványaira voltak kíváncsiak.